Sziasztok, tizedikesek, és üdvözlök minden YouTube felhasználót. A mai alkalommal a Rákóczi Szabadságharcról szeretnék mesélni ebben a feltöltésben. És a szabadságharc előzményeit, okait onnan indítanám, ahol a múlt órai anyagot befejeztem, vagyis ugye a Habsburgoknak köszönhetően, első Lipótnak köszönhetően azért a Habsburgok az 1680-as, 90-es években óriási szerepet vállaltak abban, hogy az országot törökmentesítettük. Viszont azon túl, hogy az 1687-es Pozsonyi Országgyűlésen a magyar urak meghálálták a Habsburgoknak a tevőleges részvételét ebben a törökmentesítésben, azon túl az 1690-es években, ahogy nyilvánvalóvá vált, hogy innen a törökök már végleg kiszorulnak, ezt Lipót ismét egy újabb abszolutizmussal próbálta nyomatékosítani, vagy legalábbis kihasználni azt a helyzetet, hogy most megint a birodalom mindent megmondó vezetőjévé tud válni, és többek között az adóprésekkel, ugye a porcióval, a forsponttal, vagy a Neoakvisztika Komisszióval, új szerzeményi bizottsággal, vagy csupán az, hogy a belső végvárok felszámolásával vitézek ezreit menesztette első Lipót. Ezzel sikerült megint egy olyan társadalmi összelégedetlenséget generálnia, ami már elég korán, 1697-ben a hegyaljai felkelésben megnyilvánult. A hegyaljai felkelés 1697-ben csupán egy parasztlázadás volt a elviselhetetlen terhek megnövekedése miatt, és mivel nem volt főparancsnoka, nem volt főnemesi vezetője, és a külpolitikai körülmények is elég kedvezőtlenül alakultak, így a Habsburg udvar elég könnyű szerrel le tudta verni ezt a hegyaljai felkelést. És tulajdonképpen nyilvánvalóvá vált, hogyha a lipóti abszolutizmussal szemben később majd esetleg egy újabb elégedetlenség vagy lázadás robban ki, akkor ezeket a feltételeket valamilyen módon meg kell teremteni. Tehát a kedvező külpolitikai környezetet is, hogy minimum egy főnemesi vezetője legyen a lázadásnak. Egyébként maga hegyalja és a felső magyarországi területek, tehát ott a északi középhegység, a zempléni térség, Tokaj hegye, ezek mind Rákóczi birtokok voltak. És második Rákóczi Ferenc, hogy még csak véletlenül se kompromittálódjon a hegyaljai felkeléssel, tehát az, hogy a saját birtokán fellázadtak a parasztok, Lengyelországba menekült, vagy Lengyelországba ment. És ha Lipót elismerte és elfogadta azt, hogy második Rákóczi Ferencnek semmilyen köze nem volt ehhez a lázadáshoz, így viszonylag könnyűszerrel leverték ezt a hegyaljai lázadást, viszont a lázadás után második Rákóczi Ferencünk elég sokat levelezett 14. Lajos francia királlyal, és ezekben a levelekben hát eléggé negatív képet festett a Lipót-féle abszolutizmusról, nem minthogy a 14. Lajos abszolutizmusa másabb lett volna, de kétségtelen, hogy ezek a Lipóttal szembeni kritikák ezekben a tájékoztató levelekben, ezek mindenképpen kompromitálóak voltak a Habsburg udvarra nézve, és mivel a Habsburg udvar titkos rendőrsége elfogta ezeket a leveleket második Rákóczi Ferenc és 14. Lajos között, így tulajdonképpen hát második Rákóczi Ferenc kimerítette a hűtlenségnek vagy a felségárulásnak a tényét, és ezeknek a leveleknek a hatására második Rákóczi Ferencet elfogadták és Bécsben tömlöcbe vetették, ahonnan nagyon kalandos módon megszökött második Rákóczi Ferencünk, és egyből Lengyelországba menekült. Azzal a nem kis felháborodással, hogy innentől kezdve bárhol kirobban Magyarországon egy felkelés, ő ennek a főparancsnoki vezetői pozícióját elfogadná. Hát nem kellett sokáig várni, mert 1703-ban szintén közel birtokaihoz a Tiszaháton kirobbant egy újabb lázadás, aminek a vezetője, Esze Tamás,
Egyből első dolga az volt, tanulva a hegyaljai felkelésnek a hiányosságaiból. Az első dolga mindjárt az volt, hogy Lengyelországba ment Rákóczihoz, és felkérte, hogy legyen ennek a tiszaháti felkelésnek a főparancsnoka. Hát nem kellett kétszer mondani, Rákóczi elvállalta a tiszaháti felkelésnek a főparancsnoki vezetését, és élére állt ennek az egésznek. Viszont nagyon jól tudta azt II. Rákóczi Ferenc, hogy a felkelésnek csak akkor van esélye, hogyha valóban egy össztársadalmi megnyilvánulás történik, vagyis a társadalmi érdekellentéteket, amik többek között a nemesek és a jobbágyok között volt, bármennyire is utálták a Habsburgokat, ennek a Habsburg gyűlöletnek erősebbnek kellett lennie, mint az egymás iránti utálatnak. Így tulajdonképpen egyfajta társadalmi érdekegyesítés keretében még Lengyelországban 1703-ban kiadta a Brezáni nyilatkozatot II. Rákóczi Ferenc, amelyben felszólított nemest és nemtelent Magyarországon, hogy mindenki álljon a közös ügy mellé, és mindenki forduljon szembe a Habsburgokkal. És ennek a körülménynek a hatására érkezik haza 1703 nyarának végén, augusztusában, mikor hazaért, látta, hogy az egyébként kurucok kezén, tehát Rákóczi lázadó seregének a kezén lévő területek, az a Felvidék, a Tiszántúl, illetve a délvidéki területek, és nagyon-nagyon zavarta Rákóczit, hogy hol 30 ezer, hol pedig 100 ezer fő serege van egy adott pillanatban ennek a meginduló lázadásnak. Így tulajdonképpen, amikor hazaérkezett, akkor ahhoz, hogy tömegeket tudjon megmozgatni Rákóczi, 1703. augusztusában kiadta a vetési pátensét. Ez a vetési pátens pont abban a pillanatban születik meg, amikor a nyári betakarítási munkákat befejezik a jobbágyok a földeken, és az őszi vetést elvetették, és van a nyár végén egy pihenője a jobbágyoknak, és ezt a pihenő időszakot használta ki Rákóczi, hogy akkor mozgósítsa ezeket a jobbágy tömegeket, és megígérte a jobbágyoknak, hogy akik szabadságharcban jeleskednek és részt vesznek, azok és családjuk mentesülnek a jobbágyi kötöttségek alól. Tehát így próbálta mozgatni Magyarországon a tömegeket a Habsburgok ellen. Tehát megvan a főparancsnoki vezetője ennek a meginduló szabadságharcnak, és kedvező külpolitikai környezet is adott, hiszen két háború is van az 1700-as évektől Európában. Az egyik az északi háború, 12. Károly svéd király, illetve első Péter, Romanov első Péter orosz cár harcol egymással, de ennek a svéd-orosz háborúnak nincsen kihatása és logikai összefüggése és hatása a Magyarországon zajlódó Rákóczi szabadságharcnak. A másik eseménynek viszont lesz, mert a másik esemény 1700-tól 1713-ig zajlódik, ugye a spanyol örökösödési háború, amikor is a spanyolok trónja megüresedik, a Habsburgoknak ott magva szakad, és hagyaték, illetve örökség révén itt Franciaország 14. Lajos vezetésével, illetve az osztrák Habsburgok első Lipót vezetésével egymásnak esnek, és hát kirobban a spanyol örökösödési háború. Így azzal, hogy az osztrák Habsburgok elég jelentős erőkkel a nyugati franciákkal vannak lefoglalva, ez nagyon-nagyon kedvezett a Rákóczi, meginduló Rákóczi szabadságharcnak. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy főnemesi vezetővel és kedvező külpolitikai környezetben indulhat meg ez a Rákóczi szabadságharc. Viszont a spanyol örökösödési háborúban elég hamar, már 1704-ben, amikor a francia bajor seregek betöltek a nyugat-ausztriai területekre, akkor Höstetnél egy elég nagy csatát sikerült elveszíteniük a franciáknak és a bajoroknak, és ez azt jelentette Rákóczi gondolkodásában, hogy ez a magyar szabadságharc hosszú időre kell berendezni a szabadságharcot, tehát valószínűleg nem egy-két év alatt fogják kivívni Magyarország a Habsburgoktól való függetlenséget és szabadságot, ezért meg kellett teremteni azokat a feltételeket, amivel egy hosszabb ideig elhúzódó konfliktust tud majd finanszírozni Rákóczi.
És hát ehhez a gazdasági alapokat úgy sikerül megteremtenie, hogy egyrészt Rákóczi saját vagyonával elkezdi finanszírozni a szabadságharcot. Például a tokai asszunak, a tokai bornak a lengyelországi exportja és annak teljes bevétele a szabadságharcra lett finanszírozva. Vagy például a pénzforgalom további fennmaradása érdekében részpénzt felett, ami eléggé gyorsan inflálódó fizetőeszköz volt, vagy elég komoly segélyeket kapunk Franciaországtól, jó részt hadi anyagot, de jönnek katonatisztek is Franciaországból, meg pénzügyi segítség is, tehát ezekre nagyon-nagyon alapozni lehetett, illetve természetesen megpróbálta kézben tartani a gazdaságát Magyarországnak azzal, hogy támogatott minden olyan gazdasági szektort, ami a szabadságharc rendelkezésébe erőforrásokat tud biztosítani. Itt gondolok például a posztógyártásban, vagy a fegyvergyártásban, az állami megrendelések következtében szinte manufakturális szintre fejlődnek ezek az ágazatok Magyarországon, illetve az ilyen irányú importokat, tehát behozatalt is, a posztó, illetve a fegyver behozatalt is támogatta. Tehát tulajdonképpen itt az egész ország egyfajta hadigazdaságba fordul itt a szabadságharc idején. És hát Rákóczi nem volt jó hadvezér, viszont nagyon jó államférfinek bizonyult, és nagyon jól tudta, hogy ahhoz, hogy itt egy tartósabb berendezkedése történjen meg a Habsburgokkal való szembefordulásnak, itt fontos volt az, hogy politikailag is elrendezze a dolgokat. 1704-ben egy korlátozott erdélyi rendi gyűlésen megválasztották Erdély fejedelmének, majd 1705-ben a Széchenyi országgyűlésen megválasztották Magyarország vezérlő fejedelmének. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha ezt a két címet összerakjuk, akkor tulajdonképpen Lipóttal szemben Magyarország első számú vezetőjévé válik Rákóczi, és ennek megfelelően valóban teljhatalommal akarta irányítani egyrészt a hadsereg, másrészt pedig a külpolitikai dolgokat. Az egyéb ügyek intézésére egy 24 tagú szenátust csinált Rákóczi, és külön a gazdaság feltételeinek biztosításához egy külön gazdasági tanácsot hozott létre, aminek az volt az egyetlen feladata, hogy minden erőforrást a szabadságharc rendelkezésére bocsátson. Tehát tulajdonképpen itt politikailag is meg kellett szervezni a Habsburgokkal szembeni küzdelmet. Tehát jó államférfinek bizonyul. Na most 1707-re a szabadságharcunk azt lehet mondani, hogy elér a csúcsára, ugyanis a viszonylag stabilan birtokolták a kurucok, ugye a Rákóczi szabadságharc katonái a Felvidéket, a tiszántúli területeket, a Dunatisza közi részt 107. oldalon lehet látni. Tehát a Felvidék, különösen annak keleti része, Dunatisza köze, a Dunatisza köze, a tiszántúli területek, illetve a délvidéki területek is viszonylag stabilan kezében voltak a kurucoknak. És aztán majd ebből Esze Tamás 1707-re pacifikálni fogja az erdélyi területeket, illetve Vakbottyán pedig birtokba veszi a dunántúli területeket. És 1707-re valóban úgy néz ki katonailag, hogy sikerül az egész országban a kurucoknak megszerezni a vezető katonai jelenlétet. Viszont ez egy nagyon csalóka dolog volt, ugye, elsősorban azért, mert Rákóczi irgalmatlan energiákat fordított abba, hogy ne egy ilyen pulzáló hadserege legyen, amely nagyon gyakran csak pár tízezer katonából állt, máskor meg 150 ezer katonából, hanem mindig rendelkezésre álljon valamiféle intakt haderő. Viszont a paraszt tömegek miatt, ez, ha gyalogosokat tekintjük, akkor csak is egy irreguláris haderőre számíthatott Rákóczi. Ami értékét jelentette a kuruc haderőnek, az a jó részt nemesek vagy vitézekből kiálló huszár hadosztályok, vagy huszár egységek voltak.
ugye könnyű lovas csapatok, amelyek gyorsan mobilizálható, gyorsan mozgó seregrészei voltak a kuruc haderőnek, és ennél fogva a rajtacsapásokon, vagy a gerilla harcmodorban jeleskedtek ezek a huszár egységek. Vagyis amikor váratlanul kellett meglepni a labancokat, a Habsburgokat, akkor ott mindig sikert arattunk. Viszont az volt a baj, hogy ez a haderő alkalmatlan volt a regulális csatákba való belebocsátkozáshoz, vagyis nyílt ütközetben, amikor fel kellett venni a császári csapatokkal a küzdelmet, vagy várostrom esetén szinte borítékolható volt, hogy a kurucok mindig vereséget szenvedtek. Éppen ezért ez egy kicsit megtévesztő dolog, hogy a Kárpát-medencei Magyarország katonai ellenőrzése ugyan a kezünkben van, viszont az a baj, hogy a legfontosabb erődítmények, szintén 107. oldalon lehet látni, tehát a legfontosabb erődítmények, azok továbbra is Habsburg kézen vannak, mint ahogy a nagyvárosok is, tehát Buda környéke, itt lehet látni Simontornya, Tata, Sopron környéke, tehát ezek azért ott maradtak a Habsburgok kezében, és esélyünk sem volt, hogy ezeket megszerezzük. Viszont, hogyha innen kitették a Habsburgok a lábukat, akkor a rajta csapó huszár katonák nagyon könnyen prédát tudtak ejteni az ellenségem. Tehát ez egy elég furcsa meglátása a dolgoknak. Ráadásul 1707-re ugyan katonailag a csúcsára ér a szabadságharcunk, de kezdenek jelentkezni egyelőre a belső problémák. Elsősorban Rákóczinak ugye óriás energiájába került az, hogy valahogy ezt a társadalmi érdekegyesítést fenntartsa. Mert az az igazság, hogy a nemesek a jobbágyoknak tett ígéreteket nagyon soknak tartották, a jobbágyok meg kevésnek, amit Rákóczi számukra lehetőségként ott megadatott. Tehát nem nagyon lehetett megtartani a nemes és a nemtelen közötti érdekegyesítést. Ezért 1707-ben Ónodon egy országgyűlést hívott össze Rákóczi, és ezen az ónodi országgyűlésen hát voltak olyan országgyűlési megyei képviselők, például Túróc megyének két képviselője, akik felhántorgatták Rákóczinak, hogy Túróc vármegye ugye az ország nyugati részén található, hogy ott a hadseregeknek az átvonulása komoly nehézségeket és veszteségeket okoz az ott élőknek, továbbra is magas az adóprés, a részpénz elértéktelenedett szinte, amit Rákóczi bevezetett, és ott egy ilyen kifakadása volt ezeknek a túróci képviselőknek, mire Rákóczi is kifakadt, hogy hát ő a szabadságharcot nem a saját karrierje érdekében csinálja, hanem Magyarország érdekében csinálja, és ott a Rákóczi hívők felpattantak a ónodi országgyűlésen, és az elégedetlen Túróc megyei képviselőket ott helyben lekaszabolták. És hogy a helyzetet normalizálni tudja Rákóczi, két nagyon fontos dolgot ejtenek meg itt Ónodon. Az egyik dolog, hogy megfosztják a Habsburgokat a magyar tróntól. Ez a magyar történetben az első trónfosztása a Habsburgoknak. A másik dolog pedig, hogy Rákóczi érezte azt, hogy itt az anyagi terheknek a vállalását már csak azoknak a jobbágyoknak felvállalni, akik egyébként katonai erejét adják a szabadságharcnak, az nagyon-nagyon igazságtalan, ezért rávette az ott lévő nemeseket, hogy közteherviselés történjen, vagyis a nemesek is szálljanak be az adóterheknek a finanszírozásába. És ezt mind a kettőt megszavazták, viszont természetesen a társadalmi érdekegyesítés egyre inkább kezdett megbomlani. Egyre jobban kezdték érezni a nemesek, hogy hát innentől kezdve már, hogy nekik is adózni kell, nem biztos, hogy ezt akarják. És a másik dolog, hogy a jobbágyok is kezdtek bizalmatlanul viszonyulni Rákóczihoz, hogy az ígéretek ellenében lehet, hogy a jobbágy felszabadításból semmi nem lesz, mert azért valljuk be, Rákóczi nem gondolt az általános és teljes jobbágy felszabadításra, már pedig a jobbágyok mi másért harcolnának egy szabadságharcban. Ezért 1708-ban Sárospatakon egy újabb országgyűlésen Rákóczi kijelentette, hogy csak azok a jobbágyok szabadulnak fel a jobbágyi kötöttségek alól, akik végig harcolják a szabadságharcot, és szűk családi körük. Tehát felesége meg a gyerekei.
nem pedig az még a 25. unokatestvér is. Tehát itt azért helyre kellett tenni ezeket a dolgokat. Viszont kétségtelen, hogy a társadalmi érdekegyesítés egyre nehezebben fenntartható, és sajnos előbb-utóbb jönnek a katonai nehézségek is. 1708-ban a felvidék nyugati részén Trencsénynél egy hatalmas vereségbe rohannak bele a Rákóczinak a seregei, a kurucok. 107. oldalon lehet látni. Trencséni csata. 1708-ban, ezt nyugodtan lehet mondani azt, hogy egy katonai fordulópont volt, mert innentől kezdve, ahogy a franciák egyre inkább vereségre álltak a spanyol örökösödési háborúban, a Habsburgok egyre nagyobb katonai jelenléttel tudtak jelen lenni ebben a magyar térségben, és a trencsényi csata vesztés után a Habsburgok egyre inkább felülkerekedtek, és folyamatosan szorították vissza a Dunántúl, a délvidéki területekről, Erdélyből folyamatosan szorítják vissza a kurucokat, és hát Rákóczi úgy döntött, hogy a franciákra már egyre kevésbé lehet számítani itt kedvező külpolitikai körülményként, ezért Rákóczi úgy döntött valamikor 1710 körül, hogy külföldre megy, és megpróbál külső segítséget találni valahonnan a szabadságharc folytatásához, és Magyarországon hatta Károly Sándort, generálist, akinek csak azt a feladatot hagyta, hogy húzza az időt. Addig, amíg ő nem hozza a külső segítséget, addig próbáljon meg kitartani. És elhagyta az országot. Először Lengyelországba ment, ott Varsóban próbált találkozni első Nagy Péter orosz cárral. Persze Péter hitegette Rákóczit, de aztán később rájött, hogy igazából az oroszoknak nem nagyon érdeke, hogy ő, hogy az éppen zajlódó svédekkel szembeni háborúban még a osztrák Habsburgoknak is nekiugorjon. Ezután Párizsba ment, hogy 14. Lajost rávegye a hadhatósabb segítségre, viszont hát a franciák egy inkább vereségre kezdtek állni ebben a spanyol örökösödési háborúban. Na most Magyarországon 1705-ben meghalt első Lipót. És első Lipót helyébe Habsburg első József lépett 1705 és 11 között, és első József egy normális uralkodó volt. Ő még a gyengülő franciák ellenében is hajlandó volt megállapodni Rákócziékkal és a kurucokkal, ezért Magyarországra küldi Pálffy Jánost, hű alattvalóját, hogy ez a Pálffy János próbáljon meg tárgyalni a kurucokkal, hogy valami kompromisszumos békével befejeződjön ez a hosszú időre elnyúló Rákóczi szabadságharc. És az utasítások ellenére Károly Sándor végül találkozott Pálffy Jánossal. 1711. április 30-án Szatmáron találkozik a két vezető, és egy nagyon-nagyon szép kompromisszumos békét sikerül kötniük ennek a két katonai vezetőnek. Ennek megfelelően valóban kompromisszum, és az udvar részéről komoly kedvezmények történtek, mert helyreállították a nemesieknek az adómentességét a szatmári békében, és helyreállították a rendi dualizmust Magyarország és Ausztria között. Úgyhogy tulajdonképpen a nemesek ezzel egy csapásra megkapták azt, amit reméltek és akartak. A jobbágyokat ugyan nem kapnak jobbágy felszabadítást a jobbágyok, viszont nem lesz megtorlás sem. És természetesen Magyarországon a Habsburgok engedélyezik a szabad vallásgyakorlatot, úgyhogy ez egy elég komoly engedmény volt a Pálffy János részéről, illetve Habsburg első József részéről. Így tulajdonképpen megkötötték a szatmári békét, és másnap, május 1-én a majdnyi síkon a kurusz haderő leteszi a fegyvert. Na most, és ezzel tulajdonképpen az 1703 és 11 közötti zajlódó második Rákóczi Ferenc szabadságharc ezzel véget ért, viszont Rákóczi nem mondott le ennek a folytatásáról. Miután természetesen a franciák is vereségre álltak a spanyol örökösödési háborúban, ugye 1713-ban megkötik az utrechti békét, sőt 1714-ben a rastatti békével külön békét kötnek a franciák az osztrákokkal, ami tulajdonképpen a franciáknak a
teljes katonai vereségét jelentette a spanyol örökösödési háborúban. Az más kérdés, hogy a békékkel politikailag nyertek, mert ugye mégiscsak Anzsú Fülöp tudott felülni a spanyol trónra, 14. Lajos unokája, de nem egyesülhetett Spanyolország Franciaországgal. Tehát, de katonailag kétségtelen kimerült és vereséget szenvedett Franciaország, és 1713-14 után Rákóczi hát nem kívánatos személy volt Párizsban, Versailles-ban. Így szépen lassan rávette 14. Lajos, hogy ha lehet, akkor hagyja ott Párizst Rákóczi. És tulajdonképpen Rákóczinak utolsó esélye már csak a török volt. Megjelent a török birodalomban, viszont a törökök 1710-es években folyamatos vereséget szenvedtek el a Habsburgoktól, és 1718-ban Pozsevarácnál egy olyan békét kötöttek a Habsburgokkal, amivel tulajdonképpen elveszítették a temesközi területeket is. Ez a temesközi terület, ami ugye a karlócai béke után még a törököké volt. Na most ezt a pozsavaráci békében át kellett adni a Habsburgoknak. Úgyhogy a törökök folyamatosan gyengültek, és ők a pozsavaráci béke után nem kívántak tovább szívózni a Habsburgokkal, úgyhogy a török szultán egyetlen dolgot tudott csinálni, hogy engedélyezte, hogy külső emigrációban maradjon Rákóczi, ott az Oszmán Birodalom területén, és Isztambultól nem messze, Rodostónál Rákóczi és környezetének kiutalt egy területet, és Rákóczi egész életét kíséretével együtt emigrációban kellett letöltenie. 1715-ig, 1711-től 40-ig Habsburg harmadik Károly lesz majd az uralkodó. Harmadik Károly hajlandó lett volna megbocsátani Rákóczinak. Ehhez viszont az kellett volna, hogy hazajöjjön, hűségesküdt tegyen, és akkor megbocsátott volna a Habsburg udvar. Viszont Rákóczi gerincesen nem vállalta ennek a ódiumát, és úgy döntött, hogy neki a sorsa az, hogy akkor emigrációban maradjon. Aztán 1715-ös pozsonyi országgyűlésen Rákóczinak megtiltják, hogy Magyarországra visszatérjen egyszer s mindenkorra. Olyannyira, hogy amikor emigrációban Rákóczi majd meghal, akkor az ő és kíséretének hamvait majd csak 200 év múlva, 1906-ban engedélyezi majd Ferenc József, hogy hazahozzák Rákóczi és kíséretének hamvait, vagy földi maradványait, és a Kassai Dómban eltemessék. Úgyhogy tulajdonképpen itt ezzel ér véget a Rákóczi szabadságharc, hogy Rákócziék emigrációba kényszerültek, és tulajdonképpen ezzel 1711-ben véget ér a török hódoltság időszaka. Ezt még azért szokták a török hódoltság 200 éves időszakához helyezni, ezt a Rákóczi szabadságharcot, mert a Rákóczi szabadságharc kiinduló okai és előzményei az még a török időszakban nyúlnak, onnan eredeztethető tulajdonképpen ez a fajta elégedetlenség a Habsburgokkal szemben. De végül is egy ilyen kompromisszumos megállapodással helyreáll Magyarország és Ausztria között a rendi dualizmusnak. Hát lehet, hogy a látszata, inkább a látszata, de ezzel 1711-ben véget ér ez a korszak. Jó, hát ennyit a korszak végéről, ennyit a feltöltésről, remélem hasznos volt. Sziasztok!